Köszöntöm a kedves nézőket, én Krisztián vagyok, és ebben a videómban jöjjön az I Am Alive című játékból egy videó. Ez a játék egy posztapokaliptikus környezetben játszódik, a bolygót egy földrengés rázta meg, minden romokba áll, ahogy láthatjátok, már el is kezdődött a játék. Nyomjam meg a tabot, megnyomjuk a tabot, itt látunk valamilyen térképféleséget. Nagyon jó gondolom az utcák, oké, ez most jelenleg nekünk nem kell, és akkor már induljunk is meg szépen arra előre, ahogy látható mindenhol csak a szemét, a romok, a kocsi törmelékek, atya úristen, nagyon durva, az ott mi egy hajó? Mi a tököm az ott velünk szemben, Jézus Isten? És merre kéne mennünk? Ahova tudunk futni? Ahova tudunk futni, a balegér gomba tudunk futni, a jobb egér gomba meg van egy pisztolyunk. Ha jól tudom, a pisztolyba szinte semmi lőszerünk nem lesz, lesz még egy macsétánk, illetve egy íjunk, és azzal fogjuk tudni megölni az ellenfeleket. Gondolom nagyon sok ellenféle fogunk találkozni, akik el akarják majd tőlünk venni a felszerelésünket, vagy az övékét akarják megvédeni. Na hát akkor szerintem itt a hídon kéne átmennünk. Hamontine-ba tartunk amúgy, a családunkhoz, a lányunkhoz és a feleségünkhöz. Aha, nyomjam meg a space-t. Jó, megnyomom a space-t. Középen látható az élet, és baloldalt a stamina mutató, hogy ha elfogad a stamina, akkor valószínű le fogunk esni, és meg fogunk halni, tehát okosan kéne beosztani az erőmet, a kitartásomat. Jó. Itt átmenjünk, jó, boldalra, és már akkor mászhatunk is fel, úristen, nagyon fogy, igen, látom, hogy fogy, te atya úristen, igen, úgy fog elfogyni. Te Jézus úristen, na hát akkor nagyon sietnünk kéne, és akkor már mászhatunk is jobbra, és nagyon fogy, nehogy meghalljak már itt a leges-leges legelején, légy szíves. Ha jól tudom, valahol meg tudunk így kapaszkodni, és akkor visszatölt. Hát itt nagyon nem tölt vissza, sőt még megy lejjebb, te atya úristen, le fogunk esni, vagy nem? Húzd fel magad, space, space, nagyon jó, egy nagyon kicsi maradt, de túllétünk. Atya úristen, milyen szakadék fölött vagyunk. Ez a híd eléggé strapára ment. Mi ez? Oké, jók vagyunk, kicsit felgyorsítottuk. Jó. Nyomom a jobb egér gombot, és már ismételtem, megy is a mutató. Hol kell lemennem? Ha itt kell lemennem. Már mászok is lefelé. Nagyon jó. Itt lejjebb csúszunk. És le is ugrottunk, na! Nem gondoltam volna, hogy az első ilyen akadályt túlélem, sikeresen megcsinálom, de hát megcsináltuk nagyon jó! És akkor már mehetünk is arra a busz felé. Remélem nem fogunk lesni. Hát igazán a grafika nem a legszebb, de szerintem a játékélmény jó lesz tehát. Tehát itt már ugorhatnánk is át. Át kell odaugranunk? Igen, át kell ugranunk! Húzzuk fel magunkat! Húzzat fel! És már akkor mehetünk is arra ki balra, menjé! Jól van! Szerintem ott kell felmásznunk, igen. A másik irányban nem látok semmit. Ha csak azon a kötélen, nem. Semmiképpen se. Tuti, hogy nem. Na. Hát akkor itt mászhatunk is felfelé. Balegérgomb? Jó, de elfogyott, te atya úristen! Mi, ha itt maradok, akkor is csökken? Ne szivass már! Oké, felugrottam. Mi? Mi ez? Mi ez, hogy már le is csökkent? Jézus úristen! Most az megy lejjebb? Az nagyon megy lejjebb! Ebből halál lesz, gyerekek! Ha most oda felugrok, meghalok. És az nem igen akar visszatölteni. Balegér gomb! Aha! Ilyenkor kell a balegér gombot nyomni, nyomom a balegér gombot, jó! És már fenn is vagyunk, és ezt is túllétünk! Nagyon szép volt, Krisztián! Ott látod, hogy hova kell menni? Hát látom, hogy hova kell menni, de hogyan megyünk oda? Ott másszál le? Nagyon jó. És akkor innen már mászhatunk is oda fel. Jó. Ki balra. Nagyon szép. Itt átmászunk a túloldalra. Jajaj, ne, kapd el. Hát ez nem igaz. Ez egyszerűen brutális lesz, hogyha az egész játékban így figyelni kell az energiára. Hát ez fantasztikus. Mászunk át a túloldalra. Valószínű, igen, mászunk át a túloldalra erre. Ú, de Jézus úristen, milyen messze van! Hát azt nem fogom tudni elérni, vagy igen? Vagy igen? Jó, elértük? Egyet feljebb ugrunk. Balegérgomb, nyomjuk közben a balegérgombot, mint az állat, hogy le ne essünk. Nagyon jó, nyomom, és fenn vagyunk a hit tetején. Hát ez egyszerűen eszméletlen. Jó?
Van nekünk valamilyen vizes palackunk? Azzal tudok valamit csinálni? Hát ez egy szar. Első ránézése én azt mondanám, hogy ott kell majd leereszkedni azon a kötélen, de nem olyan biztos. Haventine! Ha jól tudom, a srác az egész utat kamerázni fogja, hogy majd a családjának meg tudja mutatni, hogy minden keresztül. De már nem vagyok egész biztos. Na. Értelemszerűen itt kell lemenni. Igen. Itt le is csúszunk szépen. Nagyon jó. És már lenn is vagyunk. Ott másztunk fel, ugye vár? És ide jöttünk át. Oké? Okay? Csak nem oda kell beugrani. De. Ez menő lesz. Nagyon jó, nagyon jó, itt végig megyünk alul, atya úristen, és ott a végén felhúzzuk magunkat. És már meg is van. Tiszta Assassin's Creed amúgy igazándiból. Jó, mondjuk ott nincs ilyen energia, hogy figyelni kell, hogy mikor esünk le vagy nem. Oké. Hát ez a híd, ez brutális. Most viszont lövésem sincsen, hogy merre kéne menni. Aha, ott a létre, ott a létre. Ez mi? Hát ketté van szakadva a tűzoltó autó. Hát ez brutális. És annak a létráján kell lemenni. Igen, annak a létráján kell lemenni. Már megyünk is le. Hát ez mennyire jó már. De atya úristen, fogadjunk, hogyha leérünk, le fog szakadni. Le fog szakadni. Ezt már most mondom nektek. Engedd már. Jó, és akkor fussunk szépen. Ott átugrunk majd a túloldalra. Jó. És nem szakadt le. Ott lóg tovább. Hát ott lóg tovább. Hát ez eszméletlen. Jó, nagyon jó. Átugrunk oda. Felhúzzuk magunkat. És már meg is van. Már nem, melyikkel tudtam a pisztolyt? A jobb egérnyomba tudtam elővenni a pisztolyt. Ugye már még csak nulla töltényem van benne. Csak? Igen, azt eléggé csak-csak. Ott a koponyája. Hát ez nagyon menő. Élete. Nagyon jól állunk. Látjátok, hogy mit kell csinálni? Mert én igazándiból nem nagyon látom. Ezt lökjük már bele a vízbe. Nem tudjuk belelökni. Jajaja, ott kell lemenni. Akkor átmegyünk szépen ide a túloldalra. És elméletileg... Ojaj, jajaj, jajaj! Majdnem beleestünk. Itt kell tovább menni. Oké. Okay. Oda felugrunk. Krisztál, nem kéne futnod, mert ugye már az is le fogja szívni a staminát. Jajajajaj, mász vissza! Mász vissza, te barom, mász vissza! Úristen! Na még a szép lett volna. Jó, megvan? Felhúzzuk magunkat szépen! Na, jó! Átugrunk oda! És ez is megvan, és már húzzuk is fel magunkat! Ez egyszerűen csodálatos! És menjünk be ide a csatorna rendszerbe! Addig sehol egy ellenfél, sehol egy ember. Itt logikusan erre kell menni. Hát ez nagyon hülye logikád van, Krisztián. Hát te arra kell menni. De nem hiszem el. Jó, szerintem itt kell menni, és itt van bal oldalt egy ilyen kis járat. Hú, az mi az a fény? Ben vagyunk! Ez az! És már tölt is a következő pályát. Azt kell, hogy mondjam, eléggé jó tempóba haladok szépen előre. Addig egy kis piaszünet. Fantasztikus. Na igen. Oda kéne elméletileg eljutnom szerintem. Tehát itt szépen elcsapatok jobbra. És egy, kettő, három. És a negyedik lejáraton le fogok menni. Aha. Mi ez a fény? Hey, who's that? What? I don't want any trouble. Elcsesztem! 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 Ezt nem így kellett volna! Ne, lelő! Nem igaz! Ő neki volt lőszere! Hát ez komolyan mondom, eszméletlen! Hát miért volt töltényed? Nekem meg nem! Na majd akkor most előről. Egyből úgy megyek oda. Le a fegyvert! Le a fegyvert! Kurva életbe! Hát ez nem igaz! Hát ez nem igaz! Azt hittem le fogja tenni a fegyvert, de úgy látszik, hogy nem. Na hát akkor úgy fest, hogy azt a csávot nekünk ki kell hagyni. Onnan jöttünk.
Elméletileg. Ja. Ja. Nincs valami más fegyverem? Nagyon úgy fest, hogy csak ez az egy pisztolyom van, amiben nincsen töltény. Hát ez nem igaz. Mi az, hogy nincsen benne töltény? Megálltam! Én most megfordulok és elmegyek, jó? Jó? Megyek, hagyja. Oké, akkor előbb is ezt kellett volna csinálni, és akkor már mehetünk is el innen. Várjál, hol vagyunk? Hát előre már nem tudunk menni, tehát akkor itt ki kell mennünk. Jó, nem nyomom folyamatosan a térképet, nem érdekel! Nem mondod, remélem nem oda kell átmenni, mert akkor most kapok szívinfarktust. Oda hogy mennék át? Dehogy kell oda átmenni. Oda leugrani se nagyon tudok. Azon nem tudok felmászni. Akkor itt kéne felfutni, lehet? Ha itt kell felfutni, oda felugrunk. Hoppá. Sehol semmi. Ó, Jézus Isten, mennyi ember! És pisztolyuk van? Van pisztolyuk? És ütnek egy, vagy egy nőt, vagy egy férfit. Hogyan tudok neki segíteni? Mert biztos, hogy kell neki segíteni. Hát oda nem tudok átugrani, azt kristálytisztán látom, és el is mentek az emberek. Akkor mindegy. Akkor nincs para. Körülnézünk erre, hát ha. Szerintem erre kell felmászni. Nem, erre nem tudunk felmászni. Jaj. Erre kell menni. Hát itt van. Szegény, meg van halva. Nyomjuk a tabot. Ja, van még nekünk tabunk, most jut eszembe. Én meg itt gondolkozok, hogy merre kéne menni. Biztos, hogy itt a sikátorba kell mennünk. 100%-ig biztos vagyok benne. Oda felmászunk. Itt átmászunk. Nagyon jó. Gondolom a mászás is szívja le az energiánkat. Nem mász vissza, édesem. Nem igaz. Engedde. Nagyon jó, el is engedte. Atya úristen, mekkora szakadék. Te Jézus úristen. Ott valószínű nem fogunk tudni átmászni. Akkor egy másik utat kéne keresnem. Igazam van? Aha. Hát az eléggé le van láncolva. Ó. Fel a kezekkel. És ott van a fegyverünk. Ott van a macsétánk. Belelökjük. Ne! És belém szúrt ez a vadállat egyet. Nyomom az E-t. Hát ez így nagyon nem lesz jó. Na! Ó. Hát igen. Erre gyorsabban kellett volna reagálnom, sajnos nem jött össze. Most előkapom a fegyvert. Na mindegy, jó lesz ez, azt kell, hogy mondjam. Nyomunk egyet. Nem kell a szöveg. Oké, már mászunk is át. És menjünk ugyanoda vissza az ajtóba, vagy kapuba. Ja, balegéromat tudok futni. Mindig elfelejtem. Oké, most jön mögöttünk a hülye gyerek. Elővesszük a fegyvert. Csak ugye már nincs benne töltényünk. Mi lenne, belelökném a szakadékba? Na? Nem lehet belelökni a szakadékba. És most jó lenne, ha Krisztián kicsivel több angol tudásod lenne. Ugyebár az E gombot meg kéne nyomni. Jó? Elvettük? Nem vettük-e? Hát de belelöktük, hát mi ez? Te atya úristen, nem látom, hogy mit csinálunk. Hát mi ez a kameraállás, te atya úristen? Nem igaz? Hát ez így nagyon nem jó. Hát ez így nagyon nem volt jó. Ott elég rendesen meghaltunk. Na de se baj, még egyszer megpróbáljuk. Tudja, hogy össze fog jönni elő vagy utóbb. Megnyomjuk, hogy megnézzük, hogy hova kell menni. Pedig itt át kell mennünk. Tudja, hogy majd ezen a kapunk kell későbbiekben átmenni. Azzal a macsétával meg le is fogjuk szerintem tudni vágni a láncot. Majd kiderül. Na, tehát. Nyomd meg a jobb egérgombot, amiben nincsen töltényünk. És most jó! Hát de nem hiszem el! Előbb miért nem tudtam belelökni a szakadékba? Nem hiszem el! Komolyan mondom, eszméletlen!
Most bele tudtam lökni a szélén, meg nem. Na, se baj. Megszereztük a macsétát, és akkor elméletileg már ide is tudunk jönni, és szét fogjuk vágni. Nem? E? Balegérgomb, nyomom a balegérgombot, mint az állat, és... Na, és megvan, és akkor már mehetünk is itt be. Aha. Le a fegyvert, le a fegyvert! Ez nem jó, hát ez nem igaz, hát ez nem igaz, és már megint lelőtek. Eszméletlen, hogy ennyiszer meghalok. Tudtam, hogy lesznek ilyen utonállók, akik folyamatosan meg fognak ölni. Na akkor új taktika. És ha most levágom? és egyből meghaltam, fejbe lőtt a srác. Hát egyszerűen ez eszméletlen. Hú. Megállok. És most az Ed! És most az Ed! Atya úristen! És kaptam egy töltényt! És kaptam egy töltényt! Téged is megöllek. Oké? Leütöttük a csávot! Hoppá, és többen jönnek. Na-na! Hoppá, másik meg hátba szúrt! Ez így nagyon nem lesz jó, a balegérgomba tudok esprintelni innen, te atya úristen! Jó, egyet mindenképpen meg kell önöm. Azt megöltük! És most! Gyomorba szúrjuk! Na! Megvan! És kinyírtuk őket! Csak hát sajnos ismételten nulla töltényem van a pisztolyba! Mindegy, mindegy! Ezeket nem lehet kilútogatni? Nem! Franc, egye meg! Itt sincsen semmi. Semmi töltény! Hát ez eszméletlen jó lesz. Erre már akkor mehetünk is tovább. Na srácok, ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!